Mindenhol fel kell szólítani az őrület ellen, meg kell akadályozni egy újabb világháború kitörését, jelentette ki évértékelő beszédében Torockai László. A Mi Hazánk elnöke szerint nemmel kell voksolni Finnország és Svédország NATO tagságára, mert az nagyban növelné egy fegyveres konfliktus veszélyét. Torockai Lászlóval beszélgetünk. A Mi Hazánk elnökével jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Meg kell akadályozni a harmadik világháború kitörését, ugye ezt mondta az évértékelőjén. Ki tudja ezt ön szerint megakadályozni? Hát elsősorban Európa, hiszen éppen a múlt héten az Európa Tanácsban voltam, Strasbourgban, a strasbourgi parlamentben az Európa Tanács magyar delegációjának tagjaként, úgyhogy én magam is szem és fültanúja voltam annak, ami aztán utána bejárta a világ sajtót, hogy a német külügyminiszter asszony ott a európai képviselők kérdésére úgy fogalmazott, hogy hadban állunk Oroszországgal. Ugye eddig ezt nem tudtuk, eddig úgy tudtuk, hogy Ukrajna és Oroszország áll egymással hadban. Mondjuk ez a nagyon veszélyes. Második felét nem teszi hozzá, mert ugye azt is mondta, hogy nem egymással harcolnak az európai országok és vezetők. Igen, egyedül Putyin tudná megakadályozni ezt a háborút, azzal, hogy befejezi azt a háborút, amit ő indított el lassan. Mind a két fél. Ugye az egyik oldalon ott áll Putyin Oroszországgal, a másik oldalon pedig ott áll az Ukrajna, ami mögött ott van a NATO, és ott van az Amerikai Egyesült Államok, ott van az Európai Unió. Én azt gondolom, hogy ezt az őrületet és ezt a hangulatot, amit tapasztaltam az Európa Tanácsban, ezt mindenféleképpen meg kell állítani. Az első világháború előtti vérgőzös háborút akaró politikai hangulat uralkodik az európai politikusok között, és szerintem ez rendkívül aggasztó. Így van, hát én ott voltam egy hétig. Hol látja, vagy miért? Az Európa Tanács strasbourgi parlamentjének a tagjaként múlt héten minden egyes nap ott voltam a strasbourgi parlamentben, felszólaltam több ügyben. Hogy folytatódjon ez a háború, vagy ez eszkalálódjon ez a konfliktus? Hát nézze, nem tudom máshogy értelmezni azt, amikor őrjöngve az egyik ukrán parlamenti képviselő őrjöngve követelte, hogy ne 50 tankot küldjön Németország és az Európai Unió számukra, hiszen Oroszországnak a háború kezdete előtt 13 ezer tankja volt, legalább annyit szeretnének ők is Európától, vagy az Amerikai Egyesült Államoktól. Ja, hát ez nem az a hangulat, ami a béke. És azzal a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha mi lennénk az ukránok helyében, de ugye azt mondja, hogy ukrán politikus őrjöngve követeli, én nem tudom, hogy ön például nem követelnie őrjöngve, ha mondjuk lerohant volna minket egy ország, és magyarokat ölnének halomra, 10 000 számra, iskolákat, kórházakat bombáznának. Akkor nem követelni, hogy segítsen? Ez hipotetikus a kérdés, de egyébként volt már rá példa 1956-ban, amikor egyébként a Szovjetunió lerohant a Magyarországot, és emlékszik arra, hogy milyen rádióüzenetet küldtek akkor a magyarok a nagyvilágnak? Őrjöngve követelték a magyarok, hogy 15 ezer tankot adjanak nekik? Nem. Nem tudom, mennyire lehet összehasonlítani ezt a két helyzetet. Most kértek. Szövetségesei vagyunk a NATO-nak, tehát egy teljesen más helyzet. Csak azt kérdezte, hogy mi magyarok mit csinálnánk. Hát mi magyarok nem ezt szoktuk csinálni, amit az ukrán politikusok csinálnak, és igenis azt a fajta hangulatot érzékeltem, ami rendkívül veszélyes és rendkívül kétségbejtő, és túl vagyunk két világháborún, két világégésen, és pontosan tudjuk, hogy mivel járt. Egyébként jellemző, hogy a német politikusok voltak eddig nagyon óvatosak, és ugye itt most nem csak a kormánypártra kell gondolni, hanem a német ellenzékre is, akik nagyon szeretnének kimaradni ebből a háborúból, de például egy felmérés szerint a bolgárok azok, akik még nagyon szeretnének ebből kimaradni, és hát mi magyarok is szeretnénk ebből kimaradni. Ugye ez csak azért érdekes, mert a második világháborúban a vesztes oldalon. Van, aki benne szeretne lenni ebben a háborúban. Igen, azt mondom, hogy a háborús hangulat van a politikusok között. Mit kellene tennie Európának? Ugye azt mondja, hogy Európa tudná megakadályozni ezt a háborút, a harmadik világháborút, meg hogy egyáltalán legyen béke. Mit tudnának tenni? Hát sürgetni kellene például a béketárgyalásokat. Minden nap elmondja a Szijjártó Péter, hogy most már Oroszország hagyja abba, és legyenek béketárgyalások. Hogyha most ezt elmondja Macron, elmondta már, akkor mi történne? Putyin abba hagyná ön szerint ezt a háborút? Európának és az amerikai vezetésnek rendkívül könnyű dolga lenne, ugyanis rá kellene venni az ukrán vezetést arra, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz. Ezt jelenleg nem akarja Washington, ezt jelenleg nem akarja Brüsszel, ez a probléma. Hát abban a pillanatban, hogyha az ukránoknak azok, akik egyébként például megvásárolták már Ukrajna erőforrásait, hiszen a BlackRock-kal, ugye a világ legnagyobb vagyonkezelőjével Washingtonban, Zelenszky, aki nem sűrűn hagyja el Ukrajna területét, de ezért elhagyta, hogy novemberben aláírja Washingtonban a BlackRock vezetővel Larry Finkel azt a megállapodást, ami zöld utat enged az amerikai központú globális tőke előtt, gyakorlatilag most felvásárolják Ukrajnát fillérekért, ez sokkal brutálisabb felvásárlás lesz, mint a rabló privatizáció volt a 90-es években Magyarországon.
Washingtonban nem azt mondták Zelenszkijnek, hogy figyelj, próbálj békét kötni, ülj újra a tárgyalóasztalhoz, hanem azt mondták, hogy nyugi, küldünk még fegyvereket, folytasd a háborút. És akkor könnyen meg lehet ne küldjenek? Tehát ön szerint akkor teljes tévedésben van, nem tudom én, több mint 40 ország azzal, hogy támogatja Ukrajnát minden lehetséges módon. Hagyni kellene az egészet, vigyék az oroszok a Krímet, a Donbász, nekik tetszik, aztán hogyha egyszer arra ébrednek, hogy hát a Tiszántúl is kellene nekik, akkor meg majd itt leszünk, vagy hogy gondolja azt, hogy hagyni kellene nekik ezt? Tehát Ukrajna hagyja veszni az ország egy részét? Mert hogy az oroszok ez ezzel a feltétellel ülnének. Hát mi magyarok osztalhoz tudjuk elmondani, hogy Trianon környékén nagyon megelégettünk volna azzal, hogy mondjuk a területünk 20%-át kell csak elveszítenünk, mint ugye jelenleg Ukrajnának kellene elveszítenie. Tehát pont a magyarok esetében ugye igen, egyébként, ha a világbéke ezen múlik, hogy mi lesz a Krím-félszigeten élő többnyire egyébként orosz nemzetiségű emberekkel, akik egyébként minden jel szerint Oroszország részeként tervezik a jövőjüket, akkor azt mondom, hogy igen. Igen, a népszavazásra gondolok. Arra a népszavazásra gondolok, ami körülbelül nagyjából hasonlóan lehet legitim, mint akár Koszovó esetében. A mi hazánk milyen külpolitikát követne akkor? Kilépnének a NATO-ból, kilépnének az EU-ból, és egyáltalán nem lennének egyik szövetségnek sem a tagja? Most ugye azt mondják, hogy finnek és a svédek se csatlakozzanak. Hosszú távon egyébként nyilvánvalóan a semlegesség, mindenféle szempontból a semlegesség a legjobb, meg kimaradni mindenféle világháborús őrületből, a magyaroknak de szerintem ez az érdeke. És egyébként ebből a szempontból Ausztria szerintem egy abszolút mintaország, hogyha most katonai szövetségekről beszélünk, akkor Ausztria, mint semleges, ugye Ausztria nem tagja a NATO-nak, számunkra egy abszolút mintaország, de nyilvánvalóan holnap nem léphet ki Magyarország a NATO-ból, mert jelenleg az az érdekes, hogy a NATO tagságunk véd a NATO-tól is, tehát ez is egy, meg NATO, más NATO tagállamoktól is, mert az a baj, hogy a honvédséget, miközben a kormányzati kommunikáció most is arról szól, hogy erősítik és fejlesztik, éppen szétverik, és éppen katonák kerestek meg engem az elmúlt hetek során, hogy talán ön is hallotta, hogy most óriási leépítés van, tehát kipróbált Koszovóban, Irakban szolgált honvédeket elküldenek. Sokszor hivatkoznak a fiatalitásra, vagy például megkapták most a leszerelésüket legkiválóbb katonák azért, mert nem kapták meg a Covid oltásukat, miközben a Covid már egyébként nem téma. Most meg elküldik őket. A világon nincs ilyen, hogy katonákat, kipróbált, nagyon jó fiatal embereket, legjobb katonákat elküldenek, mert nem kaptak Covid oltást. Úgyhogy éppen most veri szét a kormány a honvédséget, miközben állítólag fejlesztik a honvédséget. Sajnos olyan világ felé haladunk, ahol szükség van egy erős honvédségre. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget.